Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Sims 4 állati meló negyedik részével. Ez sem hiszem egyébként, hogy már negyedik résznél tartunk. Ez azt jelenti, hogy lassan egy hónapja megjelent a kiegészítő, bár inkább három hetet mondanék, de ez durva, hogy ennek ellenére még mindig tartogat újdonságokat. És hát ugye úgy fejeztük be az előző részt, hogy mangót szerettük volna szaporítani az egyik kóbor kutyussal, viszont többen is írtátok, hogy ahhoz, hogy ez sikerüljön, ugye jó kapcsolatot kell, hogy ápoljon azzal a kóbor kutyával, vagy hát ugye azzal a kutyával és csak akkor lesz sikeres a párosztatás, ami szerintem egy picit butaság, ugyanis a való életben sincsen arra szükség, hogy ugye két kutya úgymond barát legyen, vagy akár szerelmes egymásba ahhoz, hogy hogy kiskutyák legyenek, nyilván az állatok ösztönlények, tehát hogy így ösztönösen működik náluk ez a dolog, de, de úgy látszik itt a Simsben gondoltak az érzelmekre is, és, és sajnos ezzel is számolnunk kell, illetve ugye többen is írtatok azt, hogy már rég meg kellett volna, jelenjen ott a kis értesítés, úgyhogy hát ez van. Úgyhogy akkor most ebben a részben mindenféleképpen jó lenne, hogyha összeismerkedne jobban, akkor most már egy kobor kutyussal, és akkor már sikerülne is ugye a párosztatás. Ugye azért szeretném őt párosztatni, mert most jelenleg kettő szukakutyusunk van, illetve egy kandúr cicánk, tehát ebből semmilyen módon nem lesz itt a saját állataim között ugye egy kiskutya. És ugye, hogyha születnek kiskutyák, akkor azokat el lehet adni, úgyhogy abból is lenne egy kis pénzünk, bár valószínűleg nem ez lesz a fő pénzforrásunk, mert ez így nagyon-nagyon lassan. Bandita elszökött. Most komolyan, az előző részben ott van, nem is szökött el. Oh, what's wrong, pick? Nem tudom esetleg most itt üdvözölni, már itt egyben. Látom, hogy még itt van, Na, még nem ment el. Esetleg így. Nem? Jó, hagyjuk most Mangót, próbáljunk Bandita után menni. Hát, hát ez sikerül. Nem. Ez, ez elszökött, ez, ez... ez így marad, oké. Okay. Hát akkor fel kellene adnunk egy hirdetést, hogy elszökött a cicánk, ugye? És most szomorúak vagyunk azért, mert elszökött. Az előbb még itt volt, nem szökött el! Jó, akkor... Uh, telefonon keresztül tudunk feladni értesítést, mert ezért most... Igen, tudunk, jó. Ezért most nem szeretnék külön számítógépet venni. Azért az nagyon nagy luxus lenne. Oké, okay, és is. Jó, feladtuk ezt élet és innentől kezdve elmetek, nem lesz probléma ez a dolog. És nagyon-nagyon sírnak a kutyusaink, úgyhogy veszek nekik egy kutyusajtót, hogy ki tudjanak menni. Viszont be fogom azt állítani, hogy a kobor kutyusok ne tudjanak bejönni a házba, mert, mert akkor káosz lesz. És nem igazából szeretem, amikor káosz van. Jó, és elmetek itt kell, hogy legyen a kis, aha, itt a kis ajtó. Hát ezen szerintem ki fog férni mango is, de hova rakjuk? Hol lenne ez praktikus? Esetleg azt tudnánk csinálni, hogy itt ezt a kettő ablakot eladjuk, és akkor ez a nagyobbik ajtó? Igen, és akkor ezt így ide rakjuk, bár ebből meg így duplát kell, na mindegy, jó ez így, jó ez így, se fogjuk annyira sokat látni, viszont ez be kell zárni még mielőtt mindenki bejön. Lock door for everyone but household members, everyone, all pets, all dogs. Ez kell nekünk, de most meg nem fognak tudni kimenni ezek a kóbor kutyák, akik bejöttek és most mindent megesznek. Really? Ajaj, Ajjaj. Azért remélhetőleg nem fognak itt maradni örökre. Az annyira nem lenne jó. Jó, kicsit, kicsit ismerkedjen szerintem a többi kutyussal. Oh, Wolfival közben összebarátkoztunk. Ó, tényleg? Közben lehetne itt az élet célját is teljesítgetni. Na jó, van, mindent megettek. Az én kutyáimnak meg nem maradt kaja. Szépen állunk, szépen állunk. Jó, Pákóval is barátok lettünk, és kaptunk 250 pontot. És azt is írtátok, tényleg. Most már emlékszem, hogy a ház tulajdonságainál állítson be azt, hogy nagyobb eséllyel szülessenek kis kutyák. Igen, ez tényleg egy nagyon hasznos dolog lenne. Ugye ez olyan, mint a babáknál, hogy dupla baba születik, tehát hogy ikrek születnek. Van egy ilyen, hogy breeding ground, és akkor sokkal nagyobb eséllyel fog több kutyus születni, vagy több cicus király. Na jó, most, hogy akkor ezt így beállítottuk, akkor szerintem térjünk is vissza a játékhoz. És ah, valaki oda Na mindegy, ezt el tudjuk adni jó pénzért, köszönöm szépen bárki is volt valószínűleg egyébként a mi kutyusunk volt. És most nagyon-nagyon boldogok vagyunk, mert megismertünk egy kutyus. Bizony. Jó. Ja igen, és itt vannak az Insta fotók is, ugye, amiket csináltunk. Uh, hát nem tudom igazából, hogy milyen minőségűek lettek. Meg lehet őket ugye nézegetni. Itt van az egyik fekvős fotó. 51 Simoleon vagy az összes annyit. Ez 6 Simoleon tér. Sadness Ambience, Quality Normal. Jó, ezt eladjuk. Aztán itt van ez. Hát szerintem ezek se lettek annyira pocsékak. Ugye volt a százba kívásban egy anyukám, aki azzal foglalkozott, hogy fotózott, és ő borzasztó minőségű fotókat csinált. Hát ezt a koszos képet szerintem nem tartom meg. Ja igen, itt van banditáról az a jó fotó. Ez 7 szimulantér. Az is hetet. Jó. Ez... Ez 5 ér. Jó, ezt a popós képet szerintem eladjuk. És van még ez. Hát szerintem elég egy fekvős, jó. Még akkor ezt a banditáról kirakjuk ezt a filtereset. Na, szuper, most már van egy csomó fotónk a kisállatainkról. Kompanyánál kellene lenni az egyik kisállatunknak, tehát ilyen életre szóló társnak. Most azon gondolkozom, hogy melyik a banditával vagyunk szerintem a legjobb kapcsolatban, vagy Masnival. Most Bandita ugye nincsen itt, mert elszökött, úgyhogy maradjunk akkor Masninál. Egyébként biztos haza tudnám hívni, ugye így, hogy bent van a mod, de szeretném rábízni a játékra ezt a dolgot, tehát hogy majd akkor kerüljön meg Bandita, amikor ugye mod nélkül is előkerülne. És hogy tudunk kompániának lenni, Lethlic fész. Hogyha megengedjük, hogy megnyalogasson az arcunkat, akkor Öri leszünk. Feel the love! Ez mit tud? Ó. Oh. Ez volt az, most már a Companion? Nem. De kaptunk egy csomó pontot, jó, oké. Okay. Confide Problems túl. Komolyan el tudjuk mondani a problémáinkat a kutyának? Elszökött a kis cica. Most a dinoszauruszokkal van problémája. Mi bajod van a dinókkal? A dinó királyak. Hmm. Become companions. ez az. Ez az. Jól van, most már örökké barátok leszünk. Hogy örülnek, ó, oh, ha? Oh. <laughs> Nagyon cuki. Jó, és akkor uh, fürdessük meg mangót. Give pass, mert... Hát én nem tudom, hogy bolhás vagy, csak legyek vannak körülötted, de nem tűnik egészségesnek ez az állapot. Ez a cica meg idejött, hogy szaporodni akar. Hát, sorry, de a mi cicánk az nincsen itthon, kedves princesz. Te itthon van. Most csak úgy hirtelen akkor... Hazajött. Inkább nincs túl akkor próbáljuk meg. Bár nem nálunk fognak születni a cicák, de azért banditának is csak kijár, nem? ugye csak kiár az öröm, meg a boldogság, meg a kis cicák, meg minden ilyesmi. Bár ahogy látom, közben már elment a cica. Vagy itt van még? Itt van még. Itt egy pohár. Melyik kis állat hozta ide ezt a poharat? Mangóval kéne összebarátkoztatni. Nem tudom, egyik kutyusomat se oda küldeni, hogy barátkozzanak össze. Tehát, hogy így maguktól kell, hogy összebarátkozzanak. Az mondjuk annyira nem jó. Nem hiszem, hogy ez így, ez így könnyen összehozható dolog. És amúgy milyen életcél van még? Jó, hogy igen, hogy kettő állatot leszoktassunk valami rossz magatartási módról. Hát ez nem lesz egyszerű, mert ritkán látom azt, hogy valami rosszat csinálnának, viszont most elfogyott a kajájuk. Úgyhogy uh, ide kéne tölteni. Most mondjuk masni sír. Nem tudom, hogy ez, ez rossz tudom egyáltalán misszbe... nincsen semmi olyan, amit, amit rossznak érzékelne a Sims, úgyhogy nem tudom erre megtanítani. Viszont a tócsából ivás. Ja, hogy nem csak iszik a tócsából, hanem be is pisilt. Ennyi bennye nem pisilünk bent. Hogy hát, de... csúnya volt ez a kakékon. Jaj, szegény. Megbánta. Láttam, hogy megbánta. Mi ez itt? Szőrcsomó, vagy mi? Új, úgy néz ki, mintha ráhánytak volna ide a padlóra, ezt el lehet adni? Infinite pénzforrás! forrás. Jó van, cica, nyugodtan. Ö, köp csak ide az összes szörcsomót, amit csak följön neked, mert úgy látszik, hogy ebből fogunk megélni. Hát ez... Sims 2 voltak állati munkák, azokkal meg lehetett simán gazdagodni, hogyha az embernek volt két-három kis is dolgozott. Hát most itt a szörcsomókból fogunk meggazdagodni. De még mindig szomorú, hogy eltűnt a kis de már itthon van. Itthon van bandita. Akkor meg mégis... Mégis mi a probléma? Van itt olyan, hogy leftovers szeretnénk enni? Nem látom. Jó, akkor kell készítenünk valamit, legyen simán grill cheese, family size. Ez is rossz viselkedés, mangó! Léci! Most már harmadjára szúrlak le ebben a részben, már én érzem magamat kellemetlenül és rosszul miattad. Jaj, nyugtassuk meg, szegény most ideges. Szeretünk téged, Mango, ne aggódj, csak szeretnélek leszoktatni a, a rossz viselkedésről, mert ahogy látom, rosszul viselkedsz, és nekem ez életcélom. Masi nem csinált semmi rosszat. Ezért megint kapok pontokat? De ezzel nagyon gyorsan lehet növelni a pontokat. Hát ez így... Ez így nagyon király. Hmm. Viszont akkor majd... Akkor majd érdemes lenne neki megvenni tulajdonságokat is. Jó, ez így nagyon király. Csináljunk egy fotót az alvó cicáról. Mit szóltok hozzá? Így mondjuk annyira nem látszik, hogy ez egy cica, de hogyha így elfordítjuk a kamerát, így már sokkal jobb. Ez egy nagyon jó fotó lesz. Csak úgy kellene, hogy nagyjából középen legyen. És. Esetleg még rá nagyíthat, hogy ne nagyítsunk rá. Hogy jobb, hogyha távolabb van, vagy hogyha közelebb. Csinálunk egy közelit. És egy távolit is. És a háttérben még van egy cuki állatos naptár is, úgyhogy szerintem ez tökéletes lesz. Jó, oké. Okay. És 109 Instagram follower? Azért, mert aludtam a macskám. Oké. Okay. Hát akkor innentől kezdve csak alvó kis cuki állatkákat fog föltölteni Instagramra, hogyha ez így működik. Már pedig úgy látszik, hogy ez így működik. Jó, oké. Ma is tanultunk valami újdonságot. Ez egy tutoriál volt arról, hogy hogyan szerezhetek rengeteg Instagram követőt, Simstagram követőt. És hát a hangulatán kellene javítani. De nincs itthon szerintem semmi olyanunk, amivel a színünk hangulatán tudnánk javítani, ugyanis csak az állatokra gondoltunk. Lehet, hogy nem ártana venni neki egy televíziót, vagy valamit, amivel tud játszani. Bár végül is a telefonján is tud játszani. De... De szerintem azért egy tévé az jól jönne. Ide föl tudjuk rakni? Nem. nak a tetére nem lehet. Akkor adjuk el a kályát, és akkor vegyünk egy TV Ó, ez tök jól néz ki. De inkább valami egyszerűbbet. Valami kisebbet is egyszerűbbet. Ez 200 szimál? ez csak 55. ez úgy néz ki, mint egy pad. Ez viszont már sokkal jobban tetszik nekem. Bocsi Fred. Kicsit átrendezzük a házat, hogy praktikusabb legyen itt most minden. Egyébként nem tudom, hogy tudtad a kedve, ha az altot lenyomjátok, akkor ezt így lehet bárhova rakni. Úgyhogy ez ilyen tök király dolog. Jó, és... Rakjunk ide. Át, Mm. Ez 995, ez 1000. Jó lesz nekünk a legolcsóbb tévé is. Jó. Arra, hogy a hangulatunkat fölvegyük, arra tökéletes lesz. Legalábbis remélem. Jó, hát nagy problémája nincsen belőle. majd megint iszik. Jó. Szegény hangú, Bocsi, de remélem most már megtanulod. Még mindig nem tanultam meg. Kicsit jobban ismerjük meg. Megsimogassuk meg most ezek után. Remélem, hogy meg Ó, most nyalszik róla, és akkor kell egy fotót. Neki is lesz egy csomó Instagram követője. Hát, hogy kellene. Most itt belelóg a lábunk, meg minden ilyesmi. Az annyira azért nem jó. De ez kifejezetten cuki. Jó. Meg egy távol itt is. Nem tudom, hogy az előbb melyik volt a nyerőbb. Oké. És 105 Instagram follower. LOL. Nagyon kemény. Itt van mochi meg széna. Hát hogyan fogjuk őket összehozni? Mm, friendly, inká is túl métrét. Nézzük meg, hát a pákóval összejön a dolog. Egyébként itt vannak kutyusok, akik szeretnének szaporodni. Nem, nem látom itt a környéken pákót, de elhiszem, hogy itt van. Ó, ott van pákó, értem, oké. Okay. Na nézzük meg, hogy mit hoznak össze. Ez a cica miért kék? A másik szomszédságban meg miért nem kék? Most hol megy? Hova megy? Na jó. Mm, jöjjön haza azért, nagy elszökjön. És nálunk egy kisebb állatkert van itt a ház előtt, de ez már hozzászokhatunk. Jó, szerintem fölviszem itt a kutyus ágyakat. Ó, a macskalmat nem szeretném, mert nem hiszem, hogy olyan jó lenne abban a csodálatos illatban aludnunk. Úgyhogy azt kihagyjuk. De ezeket fölhozom, és akkor itt a kutyusok, cicusok, mindenki Békességben, nyugalomban együtt tudnak aludni, és akkor mégis egy légtérben vannak velünk, nem ott lent kell lenniük, és, és így mindenkinek jó lesz. Remélhetőleg használni is fogják az ágyat. Mi a baj, masni? What's wrong? engem meg tudjuk kérdezni, de csináljunk róla még egy instagram képet. Hát de most megint ugyanolyan fejet vág, ilyen képünk már van róla. Mondjuk ez így szerintem nem rossz. Akár a fejéről is jelentnek csak nem. Hát nem tudom, hogy mi a jobb filteres. Nem csináljunk egy simát. Meg egy filtereset. De melyik filter lenne neki a jó? Talán ez. És 23 follower. Hát az alvós képek, az alvós képek a királyak, ez most kiderült. Most itt nem tudnánk megkérni, hogy szaporodjon. Hát meg, meg kellene nézni, hát ha van itt valami kis testű kutyus. Mert gondolom kis testű kutya csak kis Ó, oh, de most is szeretne is amúgy most szaporodni. Most de hamar felnőttél. Friendly. Nézzük csak, ő is csak Pákóval tudna. De Pákó egy baromi nagy kutya. Hát ez a szegény pici kutyus. Na jó, inkább nem menjünk bele itt a témába, de... És most... Oh! Mongo legyőzött egy mókust! egy borzasztó nagy csatában. Büszke vagyok rád, manko. Itt what's, what's, happening? Itt mi történik? Egy cica megküzdött valami madárral, ami ennyi maradt belőle. Oh. Oh, ezt viszont nyissuk ki. Bocsi, bocsi, Fred. Tudom, tudom, ez neked annyira nem jó, de... de azért én kíváncsi vagyok, hogy mi van abban a kis dobozban. Fúj, most meg itt van az a rengeteg szörcsomó, mondjuk még mindig jobb, mint a házban. És aztán nehogy elvigye valaki, hogy kidobja a kukájába. És ebből ilyen. Jó, ezt is kidobjuk. Meg akkor ezt is kidobjuk. Ó, oh, ne! Kidöltünk, kidöltünk, ez nagyon-nagyon kellemetlen, inkább menjünk haza. Ezt a Bolentont meg szerintem eladjuk. 45 szimolomba kerül. Jó, esetleg most nem lehetne szaporítani ezeket valakivel. Most egyébként is szeretne, hát látom, ég a tűztől, a vágytól. Friendly. Itt. Ráj, rájjal is tudnál szaporodni. Hát milyen szép kutyusok lennének. Romance fesztivál is van. Na? Nem tetszik neki ráj. Offer friendship, jó, akkor, akkor barátkozunk vele össze. Ajánljuk fel a barátságunkat Rájnak. Valaki ide kakilt már megint. Kutyagumiszedő, gyűjtő vagyok, hivatásos kutya szedő. Szerintem amúgy, hogyha. Ja, hogy amúgy nagyon fáradt, erre megfeledkeztem, hogy azért akartunk vele hazajönni, mert kidőlt ott a strandon. Ó, még egy kis kaka, köszönjük szépen. Mondom, ez a, ez a kutyagumiszedés, ez egy kifizetődő dolog. Esetleg amúgy csinál Treats? Ó, tudunk csinálni jutalomfalatot is ezen? Na ez érdekes, ezt nézzük meg. Kíváncsi vagyok, milyen jut jutifalit tudunk csinálni. Na nagy bunyó van itt a házunk előtt. Abból lesz a jutalomfalat? Hát az egyelőre úgy néz ki, mint amit az előbb fölszettem. egy kicsit összekeverve valami lötyivel. Nem hiszem, hogy ez annyira jó lenne. Most se tudunk esetleg. Megint Paco. Páko van mondjuk most egész jó kapcsolatban vagyunk, de úgy látszik ez, ez nem fog működni. Jó, és ugye ezt odaadjuk neki, ezt a treatet. Ettől jobb lett amúgy. Jó, amúgy a többi állatkámmal is jó kapcsolatot kellene ápolni. Azért igazából most mostival foglalkozom, mert ugye őt tudnám a legkönnyebben rábírni arra, hogy uh, szaporodjon, ugyanis ugye ő az ilyen öribarim. Na azért ezt, ezt nem hagyjuk, nem eszünk emberi kaját, nem, nem, csúnya masni. De azért megeszi még egyszer! Hihetetlen vagy! Itt esetleg van valami, ami lekcsör. És esetleg megtaníthatnánk azt, hogy ezt ne csinálja többet. Nem, nem igazából látom. Jó, viszont... most melyikük a büdös? Mangó már megint? Hát akkor mangót úgy látszik, újra meg kell, hogy fürdessük. Hagyjunk neki is egy utalonfalatot. kicsit fésülgessük meg, de most megint elment. Most hol vannak ilyenkor a kutyák, egyszer meg a cicák, egyszer itt van az összes, aztán meg eltűnnek. Most esetleg kivel tudna megint, rája meg pákóval ez a két kankutya van a környéken, több nincs. De olyan nagyok masnihoz képest, nem hiszem, hogy ez így egyáltalán működő képes lenne. Jó, és hogyha esetleg Mangót küldeném, de amúgy most ő elmegy és megpróbál szaporodni, vagy csak... Megy össze-vissza, de mondj, most ő is büdös. Na nézzük, mit csinál. Menjen, Pici! Szedd a csülkeidet! Így. Így megy. Szedi a kis csülkeit. Szeretnék megismerkedni egy fiú kutyussal? Még se. Sziasztok! Nagyon nem. <gül> <gül> um, ezt tisztítsuk ki. Ez az megint cica bunyó van. Cicaharc. A kék cicaharc, valakivel azt már látom, ott a nagy kékség kivillant. Mm, viszont mi is éhesek vagyunk, igen. A szemünkről se kellene megfeledkezni, viszont van valami kis maradék kajánk. Um, ez ki az Ryan, nem ez Herman. Széna. Flea Market is in town. És Pixel. Ezek közül, hogyha jól emlékszem, egyik se... Hogy kidőlt? Hát ez úgy kidőlt, mint aki elpusztult. Aha, hát ez remek. Ez most így egy kicsit azért rám Bár vicces volt, de azért ez egy kicsit most így rám Jó, vagy kutyus? És kilóg a nyelve? Jó, de cuki. Fotózuk le, hogy kilóg a Azért ez tényleg extrém cuki, hogyha erre nem jönnek. Á, és fölkelt. Esetleg őt nem tudnánk megkérni arra, hogy szaporodjon. De ott volt inkább is tumét Véd, És nekem mindegy. Hörmen is tök királykutyus. Most itt is megkérjük, hát ha... Hát, ha ő majd hajlandó lesz Hörmennel szaporodni. Inkább is tud, bríd, Hörmen. Hörmen nagyon szép kutya. Én Tuti szerelmes lennék bele. Ne már, ne, 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 Hörmen, léci, a szerelmedet hagyd meg az én kutyusaimnak. Ah, rá is rámorgott. Hörmen válogatós fajta. Hörmen nem szaporodik csak úgy bárkivel. Ne. Itt úgy látom kutyaszerelem van. Nem, aztán rá egymásra. Miért morogtok egymásra? Nem jó dolog, hogyha morogtok egymásra. Játszunk vele, beszéljünk vele, öleljük meg, fésülgessük meg, mit lehetne vele csinálni. Give a big treat, adjunk neki egy jó nagy utalomfalatot. Szerintem ezek után imádni fog minket ez a kutya. És ezek után is elutasítja a mi kutyáinkat, akkor nagyon-nagyon mérges leszek rád, Herman. Ugyanis 10 szimulant is rád áldoztam, úgyhogy uh, innentől kezdve szerintem nem lehet akadály annak, hogy te szaporodjál egy picit az enyémmel. Ó, meg van neki tanítva egy parancs. De akkor neki régen volt gazdája? Ettől is fajabb megy a hangulat, hogyha megfésüljük. mert ezt annyira nem szokták szeretni, kutyák. Mi a baj? Most megint miért ölt ki így? Olyan, mint hogyha beteg lenne, nem? De csak nem beteg, azért azt szerintem jobban észrevennénk, hogyha beteg lenne. Most szerintem lassan jobb barátunk, mint az összes többi kiselatunk Adjunk neki még egy nagy jutifalit aztán meglátjuk most már. Csak sikerülni fog. Akkor már elkezdett saját magának ugatni a csávó. Annyira meg van bolondulva. Annyira csak a állatokkal barátkozik, hogy... Szegénynek nincsenek emberi ismerősei, csak kis állatok. ah, ne, ne játsszál kérlek a tócsában, mert az nem tócsa. Ezt innen látom, hogy az nem tócsa. Jó, és feküdjünk le aludni, mert úgy látszik. Erre is szükségünk van. Oké, és is. Mi ah, megettek mindent, akkor újra meg kell tölteni. Hát Paco most nem hiszem, hogy képes lenne a szaporodásra. Nem, nem feltétlenül úgy fest. Viszont most itt nagyon meg kellene fürdetnünk. Meg szerintem akkor már mangót is. Biztos, hogy neki is jól fog jönni egy nagy pancsi. De soha nem tudja magát kipiálni, mert mindig fölkeltik itt az állatok. Mint ha csak az én hétköznapjaimat látnám, de tényleg. Van esetleg még itt nekünk uh, valami olyan kaj, amit meg tudnánk enni, és... Ez, ez meg már megromlott, mert spoilt food volt ott. Jó, akkor készítsünk valami normálisat. Panda de murto. Ó, és ez csak 8 személyre lehet csinálni. Jó, akkor 8 személyre csináljuk. Jó, volt ott egy személyes is, de az sem feltétlenül jó. Inkább legyen több, mint egy darab. Aj, nagyon rosszul érzi magát. Nagyon-nagyon rosszul érzi magát. Ez micsoda? Ez is megromlott, úgyhogy ezt is kidobhatjuk meg. De ja, tényleg itt van még ez a palacsinta is. Erről teljesen meg is feledkeztem. Jó, feküdjön le most aludni. De most megint hogy, hogy nem pihente ki magát? Ennyire rossz lenne ez az ágy neki? Nem akarok költekezni, mert akkor az azt jelenti, hogy soha nem fogunk magunknak saját állatorvosi rendelőt vásárolni. Mennyibe kerül a múgy? Mm. BioVet Clinic. Nézzük csak, meg hogy ez mennyibe kerülne. Mennyit kell gyűjtenünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk magunknak vásárolni? Megnézzük, hogy akkor most mennyibe kerül az, az állatorvosi rendelő, Brindenton Bay. és és 86 ezer szimulám vagy van itt ez a telek, ami 2400 simoleon, illetve van itt ez a 2000 simoleonos telek, és ez a másik 2000 simoleonos telek. De ugye erre még nekünk építkeznünk kell, ami nem olcsó. És hogyha esetleg a galériába szeretnék magamnak nézni egyet, lot, uh, lot type, kiválasztjuk azt, hogy vet clinic, és community, itt pedig megnézzük, hogy milyenek vannak. Hát lehetőleg, mondjuk a price az legyen 0 és 10 ezer között. Starter Vet Clinic. Ez 8 ezer kerül. Szerintem, hogyha ezt megvennénk, akkor uh, azzal már jó járnánk. Bár mondjuk egy ilyet mi is tudnánk építeni. Megvegyük annak ezt a telket? Vegyük meg ezt a telket. Kezdjük el, kezdjük el fejleszgetni akkor, és akkor majd maximum mi építünk magunknak ide egy... Uh, Állatorvosi rendelőt. Bár most így. Így kb. marad ezer szimolánunk, ami arra lesz elég, hogy kifizessük a számlát. De. De legalább most már akkor van egy kis telkünk. Ők 1000 szimolánt szeretnék. Az állatorvosi rendelőbe belefektetni. Jó, akkor most van itt 1000 szimolánunk. Hát ebből szinte még semmit nem tudunk venni, viszont most jött meg a számla, ami 408 simoleon lesz. Úgyhogy kb. marad 100 szimolánunk. Jó, oké. Okay és, és menjünk haza. Most egyelőre itt még nem, nem várunk vendégeket, de már legalább megvan a kis hely hozzá. Egy tök hangulatos amúgy, ott van egy ilyen kis folyó, meg minden ilyesmi, úgyhogy vagy hát egy ilyen kis patak, tök hangulatos, úgyhogy szerintem jó helyszínt választottunk. Hát az elején biztos, hogy nem a miénk lesz a legkrajabb állatorvosi rendelő a környéken, de, de azért legalább próbálkozunk. Nem, Bandita, nem, 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 oda nem ugrálunk fel, és nem is eszünk uh, emberi étket. Úgyhogy erről is szeretnének leszoktatni. Remélem azért most már sikerülni fog az, hogy valamilyen rossz szokás. Oh! Oké, okay, Bandita megtanulta azt, hogy most ne egyen emberi kaját. Ez egy jó hír, köszönjük szépen, Bandita. És most itt meg szeretném fürdetni. Is it possible? Fürdessük meg, fürdessük meg. Jó. Sikerült? De még mindig büdös. Mi van ezzel a kutyával? Nem jó, most már nem büdös, most már elkerülték a legyek. Most már túl jó illatú. Hát nem tudom, hogy össze fog-e még jönni ebben a részben az, hogy szaporodjanak a kutyusaim. Mert borzasztóan nehéz őket erre rávenni, és most már, hogy látom, mostni sem van olyan hangulatban, hogy feltétlenül szeretnek kis kutyákat. Manitával összeveszed? Vagy ez most mi volt? Megint ugye el fog Mi baja van ennek a kutyának? Állandóan úgy eldől Narkolepsziás? Vagy mi baja van? Dead Az, hogy ott vannak körülötte azok a bűzfoltok És azt fogják kérni az emberek, hogy nem fürdette meg Pedig most lett megfürdetve Valami olyan filter, nincs olyan filter, amivel tudtam tüntetni a bűzfoltokat fölötte? Valami fekete fehér annyira nem látszik. <laughs> Jó, király. És a ah, fotografi level 2, és 10 Simstagram followert kaptunk, hát ez nem sok. Szegény kutya. Ez sem szabad, mango nem szabad, nem, nem, nem. Friendly, backstop, igen ez. Most nézem mangot, hogyha be fog pisilni, akkor majd megint elmagyarázunk neki, hogy nem szabad bentre, és akkor már remélhetőleg is meg fogja tanulni. Ma az előbbit jelezte, hogy neki pisilnie kellene. Uh -huh. Figyellek, Mangó, figyellek. Mind a két szememmel téged nézlek. És remélhetőleg uh, megtaníthatlak arra, hogy csak kint pisilünk. Hogy játszik egyébként a színünk? Jó, még egyszer megfürdetjük most itt. Mert miért ne? Hát persze. A világ összes ivóvizét szeretném felhasználni arra, hogy a kutyámat fürdessem naponta ötször. Az jót tesz nekik, persze. Itt van Wolfi, és itt van Hörmen újra. Adjunk neki megint egy nagy utalomfalatot, hát ha akkor szeretne szaporodni. Inkább is tudom, és Hörmennel. Aztán majd Pákóval is összebarátkozunk, hogyha már meggyógyult. Nem, Pákó még mindig beteg. Jaj, szegény Pákó. Hogyan tudom a két kutyát összebarátkoztatni? Mert hogy egyelőre nem úgy néz ki, mint olyan jó barátok lennének. És hogyha őt kérem, hogy hörmennel... Jó, most néhány, de ott van előtte a kaja, miért nem eszik? Most létszi masni. Úristen, mi volt az a fejed? Hát megszállta a démon a kutyámat. Nyitva van egyáltalán a szeme? Mi van a szemével? Hol van a kutya szeme? Ezt fotózzuk már le. Úristen, ez nagyon creepy volt. Hova lett a kutya szeme? Ott van? Jó, ott van. Azt hittem, hogy eltűnt a szeme. Ez nagyon ijesztő volt. Friendly és most is a menne, Léci! Jaj, úgy látszik nem, nem lesz ebből a kis kutya. Na jó, oké. Okay akkor következő részre utána nézek, hogy ez pontosan hogyan is működik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a rész. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Dogi voltam, sziasztok!